Szebbnél szebb nagy estélyükben és öltönyökben pompáztak a vendégek a vincenapi borbálban. A bál házigazdája a topolyai Brinza borászat volt, akik 4 világi bort mutattak be. De mindenképpen szeretnénk megmaradni ezeknél a világi fajtáknál, mert nagyon jól beváltak ezen a lösztalajon. A topolyai borpincén kívül más neves borászok is megjelentek. 3 belépő borászatunk is itt van, akik belépő borokat adtak. Ez a Kassa pincészet, a Nagy Szakmajszer pincészet, illetve a Sirmium Wines. A borászok többsége szerint a vajdaságban élő emberek nagy része nincs tisztában a néphagyománnyal, nem ismeri a hagyományos ételek ízét. És ugyanez az igaz a szőlészet és a borászat területén is. A legtöbb borászat nem gyökeredzik valamiért az itteni hagyományokba, nem kapaszkodik beléjük, és tájidegen szőlőfajtákat telepítenek. Bort iszik a magyar, nem pedig le vizet. Áldja meg a jó Isten a borunkat. Áldotta meg főtisztelendő Palatinus István a borokat. A boron kívül egyéb gasztronómiai finomságokból sem volt hiány az asztalokon. A borvacsorát Paskó Csaba atya állította össze. Jó bor és egy finom étek Istennek egy nagyon szép ajándéka, amellyel lehet élni, élhetünk, kultúránknak része. A bor és étel elfogyasztása után a zene és nóta táncra perdítette a vendégeket. A vincenapi borbál az egyik legjelentősebb rendezvény a borfesztiválok mellett, amely a borkultúra fejlesztésére törekszik.